Szervusz, Marikám, én vagyok az. Te, én most olyan nyugodt vagyok. Mi? Hogy mi? Hát ne idegesítsél már azzal, hogy mi vagyok nyugodt. Hát azért vagyok nyugodt, mert végre nyugodtan idegeskedhetek. Mi? Hogy mind idegeskedhetek? Hát mindig van valami, ami idegeskedni lehet. Most például az, hogy itt van az ősz, itt van újra. Leskelődnék, mert a kíváncsiság az oldalon fúrja, de addig tudok, mert korán sötétedik, azt ez durva. Hát ez az őszi nap, ez olyan, mint te meg az a lusta mocsok gizi, hogy korán nyugszik, későn kell. Hát lassan már olyan rövidek lesznek a nappalok, Marikám, hogy már azért, hogy besötétedik, hogy kivilágosodott volna. Hát tegnap is a papával bementünk a község házára, erre a sziázi előadásra, ott persze természetesen késve értünk oda, mert én ugye a papát a község háza felé húztam, a mája meg a kocsma felé, azt ott meg a polgármester tanácselnő fogadott minket, hogy pszt, csendesebben panika néné, mert már elkezdődött az előadás. Azt mondom, akkor miért legyünk csendesebben, polgármester tanácselnök úr? Mi? Hogy már mindenki alszik, olyan rossz az előadás, vagy mi? Hát amúgy is annyi rossz van, Marikám, hogy egy picit panaszkodok neked, csak hogy te is tudjad. Hát ugye egyre taknyosabb az idő, meg az emberek is. A tyúkjaim is egyre kevesebbet tojnak, de már annyira, hogy lassan húslevesnek hívjam őket, bezzeg a papa az ugye állandóan tojik a fejemre. Na meg a budin. A krizantémjaim szinte az összes egytől egyig kiszáradtak, bezzeg a papa ebbe is első, ugye, mert ő állandóan el van ázva, úgyhogy lassan ott tartunk, hogy majd a papát gondozom minden szentekig, a riskánkat, a tehenünket, meg bántsák a szelek. Azt ettől akkorákat szellen, hogy a mazsidisznónak húzatot kapott a füle. Úgyhogy majd mind a kettőhöz ki kell hinnom az állatorvos, a keresztfiamnak, a béluskának, meg heresérve van, vagy lágyéksérve, vagy köldöksérve, vagy gerincsérve, mindegy tököm, vagy tudja a tököm, de hogy valami jó hit is mondja, az a mocsok gizi megint elesett. Hát a dűlő úton. Mi? Hogy melyik az a dűlő út? Hát a dűlő út az az út, amin a papa meg a kocsma cirmorája, a kocsmázóból hazafelé menet, eldűnek. Hát mondjuk, ha innen nézzük az egész falu egy dűlő út, no azt az egyiket egy nap azt láttam, hogy egy ilyen tetőtől talpig saras, mocskos madár ijesztő gyűjt biciklivel. Azt nem fogod kitalálni, ki volt az a mocsok, Marikám, mert hogy én se ismertem fel először azt a mocskot, csak akkor is tehetem fel azt a mocskot, mikor a mocsok hangján megszólalt az a mocsok gizi. Mert hogy nem bírta ki, hogy ne pofázzon, mert hogy köszönni azt nem tud, csak így odabigyeztette, hogy szervusz, Pannikám, úgyhogy én se köszöntem vissza neki, hanem rákajabáltam, hogy hát hogy nézel ki te gizi? Hát mitől ilyen sarasarú ád? Azt mondja, attól, hogy nem volt időm, Pannikám. Mondom, mire nem volt időd? Kimosni? Azt mondja, nem. Levenni, miközben elestem. Hát mondom, ennyire hülye vagy te, gizi? Hát attól, hogy ősz van meg, te is őszűsz, még nem kell faleveleset játszanod, az hullanod neked is. Hát amúgy is mit keresel, te mondom, az utcán? 2020-ban nem mondták egyértelműen, hogy maradj otthon. Nem igaz, hogy olyan hülye vagy, hogy 3 év alatt se tudtad ezt megjegyezni. Na azt akkor úgy ott hagytam, mert hogy elkezdett esni az eső, azt úgy voltam vele, hogy hagy essen vele a gizi, hát úgy is ez a hobbia. Most meg azon is idegeskedek, Marikám, hogy nem tudom, hogy milyen idő lesz, ugye? Mert hogy hallgattam én az időjárás jelentést a hazugládába, de mégse tudom. Mi? Hogy én nem tudom, ha egyszer hallgattam? Hát úgy, hogy hallgattam, de nem hallottam. Vagyis nem értettem, hogy most azt mondta, hogy napos idő lesz, vagy az, hogy mafos idő lesz. Azért nem mindegy, Marikám. Na de az a lényeg, hogy most már leteszlek, mert a papa meg pálinkát főz, azt olyan állapotban van, hogy már magát fokolja. Na, jó legyél, szevasz, szevasz. Na. Papa! Mindenki szadasztan az pálinkát, hát attól vagy olyan hülye, mint az a mocsok gizite. Mi? Mi az, hogy a pálinka miatt emlékszel mindenre? Mi mindenre emlékszel? Mi? Mi? Még arra is, ami meg se történt. Bezzeg arra nem emlékszel, hogy azt kellett volna elmondatot, hogy találkozunk az önálló esteinkkel, helyszínekről, jegyekről, részletekről, meg a kommentbe olvashatnak. Ezt nem tudtad megjegyezni. De a hülyeséget az igen, bezzeg, ami most fog történni, azt meg fogod jegyezni egy életre tömör, az meg is fog történni a fene a mocskos pofádat.